Hácsomi csőtészt a szevasz! Vadállatok terasz! Na, figyeljetek, az a szituáció, hogy most raktam ki azt a videót, amiben megfogalmaztam életem legnagyobb hülyeségét, hogy gyakorlatilag minden tizedik nap jöhettek, aztán megpróbálhatjátok szétcseszni a bázisom és megölni engem. Nem tudom, hogy jutott eszembe ez az ötlet, de egy-két dolog még megfogalmazott ezzel kapcsolatban. Egyébként, aki nem látta a videót, az keresen rá a csatornán. Igazából azt kellene mondanom, hogy a jobb sarokba ide kirakom a linket, de biztos, hogy el fogom felejteni. Úgyhogy keres rá, 6 perces videó, elmondom benne, hogy minden tizedik napon multiplayer eventet szervezek, amiben megtámadhatjátok a bázisom, és az lesz a cél, hogy megöljetek engem, és gyakorlatilag riadalt üljetek, és ugráljatok a melkasomon, és mikor legyőztetek. Na, szóval, az lenne a feladatom, hogy addig igazából meg kellene erősíteni a bázist. Akkor. Egy dolgot még kitaláltam, meg igazából nagyon sokat fogunk erről beszélgetni így a nézőkkel, szóval ez még így fog kiforrani. Nem fogok lerakni claim blokkot, hanem nagyon nem lenne értelme, mert akkor igazából egy ketrecbe bezárom magam, és nem tudtok ellenem csinálni semmit, szóval be lehet törni. És ez belehoz abba az egészbe még egy olyan feature-t, hogy igazából meg lehet oldani egy csomóféleképpen a feladatot, például fönt elterítek 3-4-en a figyelmemet, miközben én azokkal foglalkozok, más meg bássa magát alulról, értitek? Mindenképpen érdemes majd taktikázni, nem csak jönni, mint az őrült. De viszont nagyon sok idő lesz rá, mert ugye gyakorlatilag hajnal 7-től éjfélig 20 órátok. Csapjuk bele a lecsóba és csináljuk ezt a bázist, mert ebből nem fogunk megélni. Először is állja meg, Sanyi! Kellene nekem valami. Figyeljetek, kitanultam már valamit, oda nézzét testvérem. Figyelj, kitanult a képer, oda nézi. Hoppá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kitanultam ezt, hogy lehet ilyet csinálni. És ebbe ti voltatok a segítségemre, és nagyon szépen köszönöm. Tényleg. Grillezett húst tudok csinálni, mivel ezt is kitanultam, ezt is a ti segítségetekkel. Nagyon örülök neki, viszont kellene még csinálnom egy-két dolgot, például a Murky Water-t, a kedvenc szavak kívülnek a Murky Water-t. A Murky Water-t is be kell csubáznom ide. Várjál csak, majdnem megittem egyébként. A receptét is megforraljuk, meg akkor majd eszünk ilyen usikát. Megesszük egyből a tűzből, lehet forra volt még. Ne szórakozzá, várjál, ami nem kell, azt így kipakolgatja a keeper, kipakolgatja. De viszont egy csomó minden kölleni fog a keeper meg. Azt krepeljük le. Mer például, ez kell nekem, és kell nekem. Volt nekem, várjál, rendezzük el sorba. Egyébként annyira zaklatott vagyok, hogy nem is tudom, hogy mit fogok én itt csinálni. Kell nekem majd ilyen recept, ilyen cobblestone rock, amennyi létezik a világon, de egyébként nem, mondjuk csináljuk itt egy olyan darabot. Meg kellene erősíteni a bázisomat egyelőre, akkor csináljuk ezt. Viszont akkor menjünk fel, kaja szintünk egész jól áll, várja fel, majd pusz. Ó, jön ez, mint az őrület. Akkor bekapok még egyet, ezt közben meg húzok fölfele. 22.00 pont futnak a zombik, nem baj, kemények vagyunk, mint a Rambo 3, tudod jól. Milyen világos van, úristen. Azt kellene csinálni, hogy itt egy kicsit valami területfélét létrehoznunk. És nagyon sokat gondolkozok rajta a játékon kívül is, amikor így melózok meg mindig, hogy kellene megcsinálni egy ilyen bázist. És én arra gondoltam, hogy kellene alulra egy zárt kocka, amiben tudok védekezni. Viszont, mivel leginkább most már nem a zombiktól félek, hanem tőletek, ezért kellene egy toronyszerű, amivel látom, hogy ha csullankodtok itt, ne az legyen, hogy akkor leptek meg, amikor már baj van. Értitek? Hol a goblosztónom? Nem csináltam meg? Hallod, meg akartam csinálni. Craft. Nick. Csináld már. Jó. Oké, de miért csak 40-et csinálok? Valamit én elrontok. Várjál, mennyit tud? 308 forint. Jaj, nem. Én izét akartam. Oh, wow, 300-at. De hülye vagy, keeper. Jó. Oké, amíg azt csinálgatja, ezeket fel kell upgrade-elni. És
ki vagyok tanulva gyerekek nagyon, most már ugye tudok csinálni én gyakorlatilag egyből olyan blokkot, amilyet akarok. Tehát nem muszáj nekem itt fa blokk utána így felupgrade-elni, hanem tudok egyből csinálni, mit tudom én, olyan blokkot, csak ugye most ezt most készíti. Addig gyűjtögessük még olyan dolgokat, ami kellhet. Mondjuk meg igazából egy területet kell erre rendezni. Szóval akkor az lesz, hogy kell egy zárt rész, amiből tudok lövöldözni. De úgy zártra gondoltam, hogy nem ártana, hogyha zárható zárt lenne. Teljesen be tudjam magam zárni, ha szarba vagyok, ha lövöldöztök, akkor be is tudjam magam zárni. És én erre kitaláltam egy nagyon szuper kis ötletet. Meg fogjátok látni egyébként, lehet, hogy sokan nem szeretitek ez ilyen építkezős részeket, de meg kell, hogy mondjam, szerintem nem lesz rossz. Viszont... Ó, fiúk, a baj van! Baj van! Azt a begyárul isteneteket! Fiú! Ti fiú, mi történt? Azt a betya, hogy a mi a szar, gyerekek. Öcsém, kemények voltunk egy kicsit. Azt majdnem oda kozmáltunk, várjál már. Jó, az elmullott, figyelj, vigyorgunk mind a tejvetek. Azt a fejfájást, ezt hogy lehet csillapítani, mert komolyan mondok, falnak megyek már, mi volt ez. Hallod, volt 5 HP-m, az vágott, hogy nagyon megúsztam, rengetegen jöttek, de mi volt ez? Hogy jöttek ennyien? Basszus, te fiú! Brutál volt. Komolyan! Ez most ne arra, hogy ez most tényleg durva. De ez mi? Painkiller, szóval meg tudom gyógyítani. Oké, más nincs. El van törve a lábam, te fallod minden. De ezek mit csináltak velem? Lerágták a lábamat. Vaj, volt painkillerem. Oké. És van 17 percig, nem tudom eltört láb, vagy mi a szar. Jól van, szűk, jól abszolút, fasztál, jó. De most ez mi? Ja nem, azt gyorsabban hílő, ez buff. Oké, na. Jó, összeszartam magam, nem kicsit. Megyünk egyet, azt megyünk el vissza. De ez brutál volt, hallod? Izgalmak azért vannak itt a necsém. Jó, kaja, pia, minden van. Hílelődünk. Hát 5 HP-ing volt konkrétan, ugye? 5 darab HP-ing, úristen. Na jó van. Te fiú! És ezek mindig itt vannak te. Tudod mi a baj? Ha baj lövök egyet, akkor ide jönnek 800-an. Azt a betyár, ezek itt vannak, gyerekek! Micsoda az ellen, öcsém? Ó, persze, akkor indulj el, pont! Ez meg dobott lootot.
Mondd meg. Mi mindig nem mondd meg? Még mindig? Ki ez, öcsém? Rambó. Hallod, de csemmi, kevény volt a csaj, bazzeg. Te öcse, te hallod, azért itt azért... Kicsit összehúgyoztam magam, körülbelül 10 darab zombi ütötte mellemet. Jó, hát így nehéz lesz nekünk érvényesülni. Én meg itt nagy bajt kopogatok, meg minden, húre jó nekem, azt mi történik, majd megdöglöttünk. Jó, jó, hol van, de legalább megcsinálta a gubusztont biztos. Ó, hogy szomjasak vagyunk. Hú, de összefostam magam, apám. Tényleg, nem tudom, azt sem tudom, mi van a felvételen. Hogy így én káromkodok, vagy nem szólok egy szót se, vagy mi történik? Tényleg, eskü. Eskü, gyerekek, fingom nincsen, hogy mit beszéltem, vagy mit csináltam, hallod? Jaj, te, jó, ebből csináljuk igazából annyit, amennyit. Ez nagyon fosató volt, de szétverték a izémet. Az azt hiszem egy 3000-es ajtó volt. Hogyan verted szét testvérem az óta? 3000-es ajtót leverték, mint a szart. Azért itten vannak gondok, nem? Na. Készül a izé? Én ugye lehet csinálni most, vagy lehet csinálni, úgyhogy egyből ilyet, és akkor nem kell fából. Úgyhogy ez tök jó. Na, ami terv. Nem tudom, hol tartottam egyáltalán. Mit mondtam el, vagy mit nem? Az a terv, hogy kellene egy torony felső rész, meg kellene egy torony alsó rész. Kellene egy zárt rész, amit be tudok zárni. Na, ott tartottam, ugye? Igen. Oké, okay, hát ez nem valami gyorsan csinálja, bazzi. És ugye, így is ugyanannyiba kerül, csak nem kell megcsinálnod fából. Annyi hátránya van, hogy nem tudod visz... Nem tudod visszaszedni, hallod? De ez valami zombi horda volt? Vagy mi egyébként? Most azon gondolkodok, hogy... Ezek egy kicsit nem voltak normálisak. Szerintem legalábbis. Ezek kemények voltak. Kemények voltak. Szóval kéne ide ugranom csak. Na. Jó, és akkor ide már én arra gondoltam, hogy húzhatnék falakat. Mondtátok, hogy R-betűt nyomok, akkor tudok olyat, hogy így... Itt ki tudom választani, hogy milyen alakút akarok. Cső, meg igazából minden, amit akarok itt lehetne, ugye? Ilyen félkör alakú van, vagy félgömb alakú, vagy nem tudom. Van még oszlop is, meg mindenféle. Tök csuda jó egyébként. Nekem nagyon bejön. És igazából ugyanannyiba kerül az előállítása. Meg ugyanannyiba fáj... ugyanannyira védett is, érted? Tehát a védelme is nem lesz rosszabb. Na várjál. Azt mondja, hogy... Ezzel nem vagyok tisztában, hogy ez hogy van. Uh-huh. Ja, meg tudom nézni végül is. Sakkokra akartam volna ilyen félkor alakult, de nem... rengeteg van. Nem nagyon látok. Tök jó, tudok feliratot, órát is tudok, mindent tudok, basszus. Ilyen félkör alakú biztos volt, csak az annyira van. Aki már ugye jobban ismeri, az már tök jó tudja, biztos-e. Ami golyó is, te fiú. A csávó az fejbevert, nem kicsit. Ilyesmire gondoltam el. Aha. Ilyenre gondoltam, de ezt nem szabad lerakni, mert akkor meg kopogathatom az fél évig. Ilyenre gondolt a Keeper. Jó, van, ne? Ugye? Az jó, van, ne? Ezt ide rakjuk. Ilyen, ilyesmire gondoltam. Oké. Okay. Ide is. Négy sarkára. Ugye nem fogunk rakni ilyen... beszéltük, nem fogok rakni ilyen...
Stone-t ugye, ami megvéd, tehát mindenképpen a falakra kell hagyatkoznom, és ráadásul ugye építkezni is tudnak majd a támadók. Úgy akarom megcsinálni, hogy csinálhassanak bármit, ne az legyen, hogy így meg, ilyen megkötések lesznek. Na, ez eddig tök jó, eddig tetszik. Egyébként megcsinálhatnám fából, az vissza lehet szedni, nem? És akkor nem kéne azon agyalnom, hogy elcseszem, akkor nem lesz semmi. Na nézzük ilyen izéket, ilyen falakra gondoltam. Ez. Na, ez milyen? Aha. Csak ugye nem ilyen kellene, hanem nem középső, hanem szélső. Ez milyen? Ilyesmi. Na, ilyen tök jó lenne. És szépen illeszkedik? Nem illeszkedik szépen. Na, ez a baj. Ez a baj. Ez a baj. Biztos van olyan, amelyik szépen. Nem azt jelenti ez? Ilyet választottam. Ilyet nézzük. Aha, annak a sarkai nincsenek meg például. Hú, bocsánat gyerekek, bocsánat, hogy itt ezzel küzdök, de biztos rohadtul utáljátok, de nagyon érdekel, hogy valami hasznosat is ki tudok-e hozni ebből. Az a baj, ezek nem jók. És ennek mi a különbség? Ez meg ez, Plateau Centered. De ez is Plateau Centered. Az is középső. Hol van olyan, amik nem középen van, basszus. Nézzük meg ezt az egyest. Itt nem látni ki, ugye? Nem, ez jó. Tök jó, mert így meg tudod ebből próbálni. Na, ez a fajta kell. Megnézzük kintről. Mert ugye ez is pont ugyanolyan erős. Viszont van helyed. Mit tudom, mozogni. Tudom, hogy arra nem tudsz semmit rakni, blokkot. Viszont mozogni viszont van helyed. Úgyhogy ilyet kell csinálnom, ebből. Ebből kell csinálnom, ugye a legelsőt? Ez mi ez? Mi az a jel? Hogy elcseszem, basszus, mert akkor rakhatok ám mindent újra. Ott van egy rés. És nem nincs olyan, amelyikben nincs rés? Nincs olyan, bassza. Nincs olyan. Itt ugye, hogy mi, hol vannak rések. Ott van jobb oldal, bal oldal, de olyan nincs, hogy sehol nincs rés. Ez mekkora hülyeség. És tényleg, miért nem csinálják azt meg? Tök jó, még ilyet is lehet. Diagonal filter. Most már tényleg a képzeletet szabhat át mindennek. Nagyon meg van csinálva, gyerekek. És ugye csinálsz egy ilyen oszlopot, akkor is ugyanannyi a durability-e. Elvileg. Majd ki fogjuk próbálni. Jó, hát abból kell, az lesz, gyerekek. Fél blokk nincs. Fél blokk. Ilyen is tök jó. Oda nézzük, hogy milyen jó vannak. Ez is tök jó. Igazából konkrétan fél blokk is jó lett volna. Nem kellett volna ilyen vékonynak lennie. Fúj a szél. Megint vihar lesz, fogadok. Na jó, lerakom, mert nem megyünk semmire így. És megnézem, milyen durability van. Ugyanúgy 1500. Tök mindegy. Nem kell neked. És akkor így jobban kilátsz, tudod. Szórakoznak a hülyék. Mármint ti, igen, ti. Akkor Keeper tudja hírigölni őket. Egy darab bejáratot vagyok, ma addig, amíg építkezek, oké? Okay? Gyorsan fogy, mi? Gyorsan fogy. Clayt azt nem tudom honnan tudok szerezni, az lehet, hogy csak sima föld. De bazza, mi ez a vihar már megint? Oda néz, nincs nulla látótávolságon, bazza. Ugye a francias embere? Na, megint kellene ilyen blokk. Én kitaláltam valamit egyébként. Bocs, hogy itt én tökölős, de csomó mindenen itt agyalok, aztán ki is találtam dolgokat. Milyen jó nekem, mi? Ojjaj, várja. Hol ez a fajta blokk? Na, most meg nem látom.
Az hol volt ez a flajta blokk? Nem lehet izébe berakni? Tök jó, mik ezek? Ja, ablakok direkt ilyen izék. De jó. Ilyen élek, póz, lépcsők. Te Isten, hallod? Windows. Igen, ezek amik már le vannak küzéve, amortizálódva, konstrukciók, rácsok, asztal, meg ilyeneket is tudsz. Vaz, mi az? Design, tök jó. Gyerekek, nem hiszed el, mennyire jó egyébként ez. Hú, csak hol van az a, hol van az a blokk? Az az ilyen íves, hol van az előbbi volt, bazen? Itt, na itt vannak, itt voltak ilyen ívesek. Melyik volt az? Te Isten mennyi? Bocsi gyerekek, komolyan, sajnálom, de vak vagyok, vagy nem tudom. Itt van, ez volt, nem? Na ez volt, jó. Attól még be is tudok menni. Ugye, ahogy nézitek a részeket, ugye azok, akik ugye be fognak támadni, azok így meríthetnek ötleteket, hogy na, hogy kellene majd támadni a Keepert. Lehet, hogy pont így gondolkoznak, hogy te hülye vagy Keeper. Hát ezt úgy le fogom rombolni, mint a szart. Meg foglak ölni, meg fogsz halni, Keeper! Ne, jó van. Most arra gondol, nagyon sok ötletem van egyébként, elmondom nektek. Nagyon sok. Csak az a baj, hogy kellene ilyen gubrusztom, vagy mi a szar. Tudok ilyet megcsinálni? Nincs. Még tudok 80-at, ugye? De akkor most már az összes kléjem elfogyott, de szerintem földből lehet. Ó, de fiú, nem lesz egyszerű. Ne kell mennem gyűjteni. Ide fölülre sima blokkot gondoltam. Sima kocka. Vagy pedig szélülre mehetne az, az íves, ugye? És most raktam el azt az ívest, és azért most meg megint keresheti a Keeper. De komolyan. Jelzd meg legközelebb, melyik sorban van, mert megőrülnek itt a nézők. Itt van-e? Jó. Mindjárt emlékszünk rá talán. Jó rag le az a Keeper, mert különben megőrülsz. Ha el kell bontani. Ugye? Elvileg így. Bocs, építkezés fontos. Nekem az egyébként az építkezés, így régebb óta nézik a csatit, azt tudják, hogy mindenben az van, hogy Keeper az ilyen baró megfontolt. Így nagyon szeret így építkezgetni. Hogy fúj az a szél, ez nagyon para. Oké. És akkor simát kellene. Kicsit ilyen Minecraftosra. Még van három. Te hallod, ez nagy tiszta para ez éjszaka, ez a fújás. Jó, és hogy ide ki tudok állni, és akkor itt lát, kilátok, akkor is kilátok, hogy ide az oszlop meg múlt, így valaki, meg ide. És most jön a legnagyobb feature, amit csomót gondolkoztam, vagy nem csomót, hanem így gondolkoztam rajta, hogy lehetne megcsinálni. Mert ugye ezek például, ezek a blokkok, ezek 1500-asok. De mindjárt meg fogtok látni valamit. Mi az, amit itt a Keeper gondolkozott? Itt a vasunk. És ugye vasból lehet nekünk olyat. Itt láttam, hogy ez. Iron Hatch. És ebben gondolkoztam. Ebből nincs más erősebb? Ez Wood Hatch, de ugye ez nem tudom megcsinálni. És van ilyen V3-as.
Ezt tudom megcsinálni, ebből tudok mennyit tudok, 27 darabot tudok csinálni. Nekem összesen kelleni fog 3x3, tehát 9 darab, ugye? 3x4, 12 darab. Hát, ez megint gondolkoztok, hogy mit csinálsz, kipő, hülye vagy? Biztos vagyok benne. Lekapcsolom a lámpát, mert jönnek a zombik. És ezen gondolkoztam. Csinált már belőle? Csinált. Az a néző figyelet, tesó. Ezt elvileg addig forgatnám. Ezt nem lehet. Aha. Így. Csak kívülre. És melyik oldalra nyílik? Azt hiszem pont így nyílik, ugye? Ó, te fiú, nem úgy! Várjál, nézzük meg! És ezt csapjam ki innen, te fiú! Rohadtul nem így akartam, hanem fölfele nyíljon kifele. Ó, te fiú, hát ezt rosszabb nem ettem meg, hogy ezt nem tudom normálisan megcsinálni sose. Hol nem tudom, hol van a zsanérje? Várj, melyik a külsője? Ja. És akkor most ez ki kell ütnem? Te fiú! Jó, még csak 1000. Nagy mászdi, mert ugye ezt felhúzod, akkor 3000-es lesz. Tehát erősebb, mint a mellette lévő blokk. Jó, akkor az a... Ó, te... Ez a sárga része. Ezt így kell rakni. A kis kocka legyen... Jobb alul, az a lényeg. A kis kocka legyen jobb alul, ugye? Az, ami volt ott, az előbb most már nincs. Azt akarom, hogy fölfele nyíljon kifele. Mikor befele fölfele, az se baj. Befele fölfele, az se baj. Ja, igen, 100%-i alkotóságon voltam. Észrevesz, hogy zombi szétkapja a fejemet. Ja. Elvileg, ahogy most rakom, akkor az... Aj, ne, el is felejtett. Ilyenkor nem is fordul el magától, csak hogyha én nyomok neki egy ilyet. Így, ugye? Így kell lennie. Várja. Na most azt ugrik a majom a vízbe. Jó, így jó. Mit tetszik? Így jó. Így ki tudok látni, fölfele, előre, mindenhogyan. Oké, ennek így kell lennie. Jaj, de jó, megoldott a keeper. Jaj, de jó, megoldott a keeper. Az, az. Na és akkor ilyet gondoltam, hogy zárva is vagyok, meg nyitva is vagyok. Jobb alul kell lenni az izének a... az a lényeg. Jobb alul kell lennie. Így kell lennie, ugye? Jobb alul. Ez az. Jó, tudom, sokat nem láttok, de majd fogjátok, higgyétek-e, jó lesz ez. Higgyétek-e, jó lesz. Éppen próbál összeszedett lenni. Hopp, jobb alul. Úgy. 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 Ki tudom nyitni az ajtókat. Ugye most még 1000 védenek, de mindjárt felhúzzuk őket 3000-esre. Nagyon jó. Jobb alul. Jó, ezt az egyet meghagyom még ajtónak, hogy kibe tudjak futkozni.
És akkor építünk tovább, de alapanyagra el kellene mennünk majd. Igen, ezeket ugye be tudom tenni, ha akarom, ki tudom nyitni. Most kinyitjuk, mert nincs veszély. Ha akarom, akkor meg becsukom, mert akármi. És azt hiszem, ezen át lehet lőni, hogy ez sima liban. Csak ha be van téve, akkor majd nem. Ez nekünk jó. Oké. Okay. Ja, sima jó. Szépen be tudom teszegetni. Ugye ti meg majd nem tudjátok kinyitni. Elvileg. Bazze, hallod, ez nagyon komoly. Be van zárva. Vasablakok. Jó, hát ez nagyon kibont találva testvéreim az úrba. Nagyon jó. Tényleg ez elvileg ugye be tudom zárni. Le tudom kódolni. Enter code lock. Lock. És akkor ugye... Az már csak nekem lesz nyitva, ugye? Oké, jó. Nagyon jó. Jó. Kellene alapanyag. Először is, ami kellene nekem. Nem tudom, hogy honnan a szarból szedtem én ilyen clay-t. Ugye a clay az úgy van, mint régen, hogy ilyen szar izékbe lehetett szedni csak. Ilyen bizonyos helyeken. De honnan vettem én clay-t? Azt mondjátok már meg nekem, gyerekek. Honnan vettem clay-t? Honnan vettem? Én voltam ilyen helyen. Itt ilyen helyen, ez clay lehet? Vagy hogy működik ez, gyerekek? Nem jövök rá, úgyhogy clay-re lesz szükségünk, de viszont másra is lesz szükségünk. Kell elgyűjteni csomóint. Elkezdek ásni. Nem az ásásból jött nekem clay, hogy így mindenhol van. Megzavart engem ez a dolog, gyerek. Ez mi például, hogy tök előttem? Ez vas. Opa. Ez vas. Úgyhogy ez nem clay. Ez biztos szikla. Úgyhogy ilyen para hangok vannak. Mondjátok, van egy ötletem. Fákját nem hoztam fel? Nem hoztam fel, majd mondjuk nem is nagyon kell kifákjázni. Belsőjét majd megcsinálhatom. Jó, oké, eddig szuper. Ugye ez is be lesz izéve, és egy valami hátsó bejáratot fogok csinálni. Sajnos azt is fogjátok látni, hogy hogy fog elkészülni, és hogy lesz baj vele. Ma itt meg akartam nézni. Izét hogy tudok csinálni, beton. Az mi? Konkrét mixet, hogy tudok. Ahhoz kell, hogy azt megcsináljam. Betonkeverő, mi? Azt a betyár gyereknek. Small stone cement kell hozzá. Cementet hogy tudok csinálni? Jézus úristen, ez mi? Workbench? Stoneból. Oh, te fiú. És betonkeverőt hogy tudok csinálni? Mixer, vagy hogy nevezik az? Cement mixer. Cement mixer, vagy pedig Advanced Engineering következő szintje. Egyik szintjén adja. És mi kell hozzá? Rugó. Ezt szerintem mindent tudnék. Betonkeverőt kéne csinálni a gyerekek, bazza, arra rá kéne menni. Csak hogy minél jobban tud védettebb legyek. Most erre vagyunk ráállva, oké? Okay? Az meg az Advanced Engineering, vagy mi a szar volt? Ez hol van? Combat Perks. Itt van-e? Hol adja? Workbench-et és Cement Mixert ad, hogyha ezt megcsinálom. Úgyhogy erre kell gyújni. Ez. Szóval 4-es szintűnek kell az intellektemnek lenni. Ami 1-es. És 3 ponton van. Úgyhogy akkor erre rá kell menni, gyerekek. Rá kell menni. Az intellektre. Igen, és ránézek. Igen, még mindig nem elérhető. Oké, okay. És elvileg most fogom elérhetővé van. Igen, egy pontba fog kerülni. Következő szinten meg fogom tudni csinálni a workbench-et és a cement mixert. Úgyhogy azt a kettőt össze kell hozni, hogy tudjak készíteni ugye betont. És akkor ugye meg lesz a workbench azon, és egy csomó mindent tudok csinálni, meg lesz betonom. Amivel ugye föl tudom húzni ezt, ez 1500-eset, azt hiszem 5000-ig. Ami azért nem lesz rossz szerintem. Jó. Akkor... Ugye lemegyek.
Még megnézek egy-két dolgot kraftolási. Ez egy ilyen kraftolásos rész, bocs érte, hogyha valakinek ez annyira nem jön be. Hát jó, volt egy kis izgalom is. De azért annyi, mert van motorunk ugye. Valahol volt elektromos alkatrészem, de szerintem azt tudok is újítani. Meg tudom azt oldani, az nem lesz gond. Nagyon gondolkozok egy dolgokat. Mit akartam? Ja, meg a Forge-ot kellene megnézni. Annyi mindent kell csinálni egyébként. Forge-ot kellene csinálnunk. Ahhoz kell 60 darab clay soil, small stone, leather van, duct tape. Igazából minden van hozzá, ez a clay. Ezzel most vagyunk Haridában. Úgyhogy ezt a clay-t nem tudom, hogy honnan jött. Egyébként elképzelhető, hogy izéből jött. Jó, mert jó, nagyon tetszik egyébként ez a játék, mert van kihívás. Nem tudom, honnan szereztem Clay-t. Azt komolyan nem tudom, esküszöm. Itt rohadjak, mert nem tudom, honnan szereztem Clay-t. Én attól félek, hogy az lehet, hogy csak az olyan helyen van, ahol ilyen dörtös a talaj. Tényleg arra tudok gondolni, mert szerintem nem innen jött. Kiálljak, próbáljuk meg. Na, hogyha már ások, viszont akkor arra gondoltam, hogy mindenképpen egy föld alatti alagúton kellene bejutnom. Mondjuk akkor onnan, ugye? Nézzük meg, hogy középről fogunk indulni. És megnézem, hogy innen indulunk, becélzom, és hogy jó, neki a kaktusznak, még egyszer. Persze, pont itt kell lenni a kaktusznak, hallod? És pont tényleg ott van a kaktusz. És innen pont meg lehetne oldani, hogy a föld alatti bejutás. Azok mik? Szemetes zsákhegyek? Hogy kerülnek ezek? Nem tudom, Clay-t honnan szerettem. Ja, az lesz, hogy innen fogunk bejutni. Azért, mert ott meg ugye nem tudok. Viszont ugye így kettő darab bejáratra kell majd figyelnem, az nem lesz egyszerű. Új, gyerekek. Új, de nem lesz egyszerű megvédeni ellenetek ezt az egészet. Basz, komolyan mondom, egész végig így kattognak a fogaskerekek, hogy hogy oldjam meg. Lehet, hogy nekiállok ásni. És akkor ugye ki tudom magam ást arra, meg amúgy is kellene még nagyobbítani ezt az egészet. Ó, bazdek, kajának kéne, nem? Nyúzoljuk. Együk magunkat tökik. Egyébként mennyi a... Ja, így van, értem. Ez 100 egységre van az dolog? Körülbelül meg kell ennem egy olyan... 5 darab pusit, ugye? A 10-et tölt. Jó, ez kb. Jó vagyunk, nem? Ígyunk kis vizet. Elpakolok. Próbálok pakolni olyan dolgokat, amiket így nem igen kell, hogy nálam legyen. Szuper. Oké, ugye annyival kevesebb túlterheltségem lesz. És akkor neki akarok állni, ásni, de ilyen nagyon szisztematikusan pont arra. Hát ebből sok sajnos kövem fog jönni. De mindenképp kell egy kisebb. Ugye mindenképp kell egy kiárat, mert úgy nem lesz kiáratom. És az kellemetlen, hogyha nem tudsz bejutni a saját épületedbe. Meg azért jó, hogyha ilyen kiáratod van, mert ugye például amikor megtámadnak a zombik, egy zombi horda alkalmával, akkor itt fognak topzódni, és jó, hogyha máshol mész be. Máshol ki tudsz például menni, és tudsz rájuk vadászni például. Mert itt most, hogyha kimegyek, és itt van mondjuk egy 20 darab zombi, akkor hogy fogok innen távozni? Gyorsan végigfutok a menekülő útvonalon. Viszont tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy honnan szereztem a Clay-t. Azt megírhatnálhatok, gyerekek, basszus. Azt kell nekem, nagyon kell tudnom, hogy a Clay-t honnan szereztem, mert az rengeteg kellene. Meg ugye kellene egy szintlépés is, basszus, az meg XP, az tök jó lenne a küldetésekből. De mindenféle kéne, bazza. És izén van, 6. napon vagyunk, gyerekek. 6. napon, hallod? Nagyon rá fogok erre cseszni, érzem. Majdnem meghaltunk ma.
5 darab HP-ink van. Jó. Egyébként frankon ki lehet itt jutni. Ugye? Szuper lesz. Annyit meg akarok nézni. Map. És ugye van itt nekem egy ilyen elevation szám, ami plusz 56 méter elvileg. Az ugye 56 blokk, ha jól emlékszem. Ez úgy, nem is tudom, 10-valamennyit számoltok, most megnézzük itt. 71. Oké. Okay. És megnézzük, hogy ha lemegyek ide, az hány blokknyi lesz itt. Itt. 61. Tehát akkor majdnem pont ki fogok érni, egy kicsit ide kell egy lépcsőt, és akkor úgy tudok itt bemenni így szépen. Végigfutok ezen az alagúton. És akkor be tudok oda menni, és akkor ez egy teljesen zárt. Még egy szintet csinálok, az is hasonlóan zárt lesz. Hoppa, gyerekek. Megváltozott a zene, csak az... Az is hasonlóan zárt lesz. 1 óra 37 van, nagy gond nincsen, mert izé... Hú, gyerekek, megnőttek a fák, fájm is lesz bőven. Érdekes az lenne megváltozott. Ja, amúgy meg frankó, na most így nappali fénynél így látni, hogy... Mi a szituáció. Majd ki fogom fákjázni, meg minden, meg ugye lesz tető. Meg ugye lesz egy felső szint. Oda még nem tudom, hogy fogok feljutni, valószínűleg ide, itt fog folytatódni. Blokkon a létre. De akkor ide nem is kell, ugye nem is kéne ezért ide lezáróajtót csinálnom. Jó, viszont annyi munkám van, és annan csak pofázok. Ez valószínűleg azt fogom csinálni, hogy ezt ki fogom gondolni, hogy ez hogy legyen. Aztán úgy fog itt folytatódni. Jó. Clay kell. Kell clay, meg kell egy szint. És akkor tudok csinálni betont. Úgyhogy ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, úristen. És akkor ilyeneket is tudok csinálni. Rengeteg dolgot tudnék. Rengeteg dolgot tudnék, hogyha szintet tudnék lépni. Jó, nem is fúzom tovább az idő, gyerekek. Ilyen most a bunki. Tök jó. Kinyitom aztán. Jártak, gyerekek, lőjetek. Lóle. Jó, tényleg elbúcsúzom, bocsánat, hogy ennyit tökölök. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jó éjjel legyetek. Csácsúbicső.